Magyarországon jelenleg szinte minden szakterületen komoly szakember hiány van. A szakképzési centrumokra nagy felelősség hárul, hogy a munkaerő piaci helyzetnek megfelelő legyen az utánpótlás. A technikumi oktatás sokak számára csábító lehet. Erről is szó volt a beszéljünk róla magazin adásában. Az intézményeink egyenként lépnek be abba a rendszerbe, amelyik az okleves technikus képzést jelenti. Hát Leegyszerűsíteni meg kicsikét, azt mondom, hogy amikor meghirdetünk egy ágazatban technikus képzést, akkor úgy fogjuk hirdetni, hogy technikus és okleveles technikus képzésre jelenkeznek a gyerekek. Az ágazati alapvizsga után azért eléggé nyilvánvalóvá válik, hogy kik lesznek, akik esetleg az okleveles technikum irányába tudnak lépni. A képzési idő nem változik, viszont akik oklevelesbe mennek tovább, ő a tananyag kiegészítő, tartalmasabb lesz, és ebben már a leendő felsőoktatási intézmény, ahova egyenes ág vezet, az ottani oktatókkal együtt kidolgozott, úgy mondom, hogy emelt szintű programon mennek végig, ami a szakirányt illeti természetesen. A Dékeni Árpád technikumban is több lehetőség van a technikus képzésre. Küszöbön áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kötött megállapodás aláírása az okleveles technikus képzésre. Itt egyelőre a rendészettudományi karral kötünk megállapodást, de folyamatban van, illetve elkezdődött a Kecskeméti Károli Gáspár Egyetem pedagógiai karával is, az óvónő, a óvodai nevelő, illetve a oktatási szakaszisztens okleveles technikus képzés kidolgozása. Tettük ezt azért, mert sok olyan tanuló van nálunk, akik a szakma megszerzése mellett nagyon komolyan gondolják a felsőfokú tanulmányokat, és az ő számukra a technikus képzés az egy kifejezetten előnyös. Ugye a technikusi vizsgával egyből mindenkinek nálunk megvan az emelt szintű érettségie. A egyetemekkel kötött együttműködési megállapodás keretében zajló okleveles technikus képzés vonatkozásában, ahogy főigazgató is mondta, szinte egyenes út vezet az egyetemre, ugyanis a okleveles technikus képzés keretébe szerzett oklevél, ami egyben emelt szintű érettségi, 4-5-6 szoros pontszámmal számítják be az egyetemek a fölvételinél. A szakmatanulás esetében kiemelt ösztöndi rendszer várja a diákokat. Nálunk 9. első fél évétől kezdve kadét ösztöndíjat kapnak azok a tanulók, akik legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt elérik, és nincs ellenük fegyelmi eljárás, illetve igazatlan óra egy bizonyos szám után lehetetlenné teszi ezt. Ez a kadét ösztöndíj egy nagyon jelentős dolog. Ugye 9 10 van nálunk az ágazati alapképzés, 11-től már mind a technikusi ösztöndíj is tanulmányi eredmény függő, Nálunk egy gyerek 11 aki eléri a 4,5-ös átlagot, az minden hónapban kb. 110 ezer forintot kap a számlájára. Pap Gyula főigazgató szerint a duális képzési rendszerben való részvétel több szempontból is jó, mind a tanulónak, mind pedig a munkáltatónak. Ez nem is kérdés, hogy egy munkáltatónak mennyire fontos, hogy tizenévesen megismeri egy leendő munkavállalóját, minden szempontból, magatartásilag, munka, teherbírás, kultúrát viselkedés. Egy rakás olyan tulajdonságot föl tud térképezni, amelyeket egy utcára beérkezetről természetesen nem fogja tudni. Én úgy gondolom, hogy ez a munkáltatóknak is egy nagy esély, hogy szó szerint kineveik maguknak azokat a fiatalokat, akikre majd lehet számítani a későbbiekben.